Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kaotikus állapotok uralkodnak a magyar oktatásban. Teljes a bizonytalanság a közoktatásban. Működésképtelenség és indulatok vannak az egyetemeken. Drámai a helyzet. A kormány mindazzal, amit a magyar oktatásügyben tesz, történelmi bűnt követel, sok-sok évre teszi tönkre a magyar közis-felső oktatást. A demokratikus koalíció határozottan elutasítja a kormány köz- és felsőoktatás politikáját. Arra hívjuk az embereket, hogy támogassák az iskolák, az egyetemek, a diákok, a tanárok és a szülők szabadságharcát. Szimpátiával figyeljük küzdelmüket. Ugyanakkor értjük, hogy az elmúlt évek politikai küzdelmeit követően tartózkodni kívánnak attól, hogy a politikai pártok közvetlenül csatlakozzanak az kormányhoz. Azt gondoljuk, hogy ezt az igényt, ezt a kérést tiszteletben kell tartani, és a demokratikus koalíció tiszteletben is fogja tartani. Ugyanakkor politikai, emberi és erkölcsi kötelességünknek gondoljuk, hogy határozott politikai gesztussal, némi önfeláldozással kifejezzük szolidaritásunkat. Ezért a mai estétől kezdve, három éjszakán keresztül, este 6 órától reggel 6 óráig a Demokratikus Koalíció frakciójának tagjai, elnökségének tagjai és szimpatizánsok virasztani fognak a volt oktatási minisztérium, a mostani államtitkárság budapesti parlament melletti Szalai utcai épület előtt. Tudjuk, hogy a virasztástól nem fog megváltozni a helyzet. De legalább két okunk van, hogy ilyen erős gesztussal fejezzük ki szimpátiánkat és szolidaritásunkat. Részint mintát szeretnénk adni a választóknak, hogy nem kell szótlanul, csendben, tétlenül tűrni, és nem elég morgolódni. Hogy érdemes keresni annak a módját, hogy megmutassák a magyar választók, hogy szembefordulnak Orbán oktatáspolitikájával. Másrészt meg tartozunk ennyivel magunknak is. Nem gondoljuk, hogy ebben az ügyben sajtótájékoztatók tartásával, közlemények nyilvánosságra hozatalával elegendő küzdeni. Azt akarjuk megmutatni, hogy van bennünk elegendő erő, elszántság, keményebb eszközt alkalmazni. Az idő nem kedvez, az időjárás nem kedvez, de hát nem az első alkalom az elmúlt fél évben, amikor keményebb politikai eszközökhöz folyamodtunk. Kezdtük a vésiksztrájkkal szeptemberben, majd az élőlánccal novemberben. Akkor annak lett eredménye, a regisztráció kötelezettsége megszűnt. Most ezzel az alkalommal is úgy gondoljuk, hogy az a helyes, hogyha kijövünk a politikusi élet, a politikusi lét nyugodtnak tűnő hétköznapi világából, és határozottabb politikai gesztussal mondjuk el a véleményünket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ha van kérdés, válaszol. Daniel az MTI-től. Azt mondta, hogy az önök akciónak van köze ahhoz, hogy nem lesz regisztráció. Ha elfogadjuk ezt a feltételezést, akkor most mi lenne az eredmény? Ugye akkor is azt mondtuk, hogy a legfontosabb cél, hogy értesüljön róla a magyar lakosság, hogy elfogadhatatlan intézkedésre készül a kormány. Most sem több a cél. Az elmúlt napok, hetek tiltakozás hullának egy részeként legyen még egy nagyon erős felkiáltójel, hogy miért elfogadhatatlan mindaz, ami történik. Szembesíteni kívánjuk a választókat. Azt szeretnénk elérni, hogy kérdést tegyenek fel maguknak, hogy akarnak-e ilyen Magyarországot. Akarják-e a diákok, akarják-e a szülők, nagyszülők, hogy gyerekeik, unokáik ilyen Magyarországon éljenek. Hogyha páran elgondolkodnak azon,
hogy miért is választják ezt a heroikus akciót politikusok, akik megtennének enélkül is, akkor azt hiszem, hogy célt fogunk elérni. Azt továbbra sem gondolom, mint ahogy gondoltam. Nem gondoltam szeptemberben sem, hogy ilyen vagy ehhez hasonló akcióktól a kormány meg fog hátrálni. Látom, hogy nem hátrál meg igazából a hallgatók akciói előtt sem. Egy nagyon csúnya elfogadhatatlan játszmába kezdtek. Azt hiszem igazokon a diákoknak, amikor azt mondják, hogy becsapja őket a kormány, egyeztetésről beszél a legfontosabb kérdésekben, keretszámügyben, tandíjügyben, röghözkötés dolgában, lényegében egy tapottat nem hátráltak, és igazuk van, hogy ezt kifogásolják, és igazuk van, hogy békés, de határozott módon mutatják ki a véleményüket. Nagyon szépen köszönöm.